Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy vallomással tartunk, kedves nézőink, ehhez a beszélgetéshez némi szerencse is kellett, hiszen az elmúlt héten egészen más ügyből, a koronavírus járvány okán hívtam fel Majoros Gábort, a Vadesz vezérigazgatóját, hogy tájékozódjam, hogy mit tesz a Vadex, illetve a vadászati ágazat ebben a helyzetben, miként kívánnak ebből a válságból kilábalni, hiszen őket is sújtja, mint tudjuk, a válság. Nos, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy Soponyán nagy dobásra készülnek, ez persze csak jelző szerkezet, hiszen egy tovább feldolgozó üzemet hoznak majd létre, amelynek vezetője egy fantasztikus ember, ezt megtapasztaltam. Ezt a beszélgetést egyébként látni fogják Lőrinc Attilával az Agrárinfóban. És abban a pillanatban úgy gondoltam, amikor az ottani beszélgetést befejeztük, hogy itt a helye, hiszen egy olyan embert ismerhetünk meg a személyében, aki választott hivatásának valóságosan autentikus képviselője. És hogy jutott el eddig, erről fogunk szót ejteni. Nagy tisztelettel köszöntelek, szervusz. Örülök, hogy itt vagy. Üdvözöllek téged. Egy idézettel kezdjük, attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk, ha felfedezzük, hogy minden legyőzött akadály voltaképpen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk, amely a siker felé vezet. Ezt Ben Carson mondta, aki most építésügyi miniszter az Egyesült Államokban, egyéb iránt pedig orvos, de ez nagyon-nagyon igaz. Tehát amikor a hivatás választásodról kérdezlek, hogy egy Békés Csabai srác hogy indul el olyan úton, hogy ugye most már a címzetes egyetemi tanárként és dr. Lőrinc Attilaként köszönhetünk, miközben ugye okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnökként végeztél a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, akkor ez nagyon fontos. Tehát hogy indult ez az út? Hogy találtad meg azt a hivatást, amelynek rabja lettél, amit majd a következő beszélgetésben kiderül, hogy milyen sokirányú és sokrétű és magas szintű? Hát nagyon szépen köszönöm a bevezetődet, és remélem, hogy tényleg megfelelek ennek a nagyon szép bevezetőnek. Ez egy érdekes indulás volt, mert édesanyám az élelmiszeriparban dolgozott, tevékenykedett. Ő a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán végzett, akkor ugye az a Kertészeti Egyetemnek a kihelyezett kara volt, és ő a Békés Csabai konzervgyárban dolgozott. Igaz, hogy a laboratóriumban, de azért mindig mesélt nekem arról, hogy épp aznap mi történt, és valahogy belém ivódott ez az élelmiszeriparos szféra. Édesapám vegyész, ő főleg fém galvanizálással foglalkozott, és az ő gondolkodásából inkább egy ilyen vállalkozói szemlélet plántálódott belém, illetve egyfajta analitikus gondolkodás, és elég nehezen indult az én pályám, mert gyakorlatilag, ha visszatekintünk Békés Csabáig, nem igazán tudtam, hogy mit akarok. Mielőtt középiskolába mentem volna, az akkor megszokott pályaválasztási tanácsadóhoz elmentünk, teljesen tanácstalanul, és akkor nem tudom, én a bűvész dobozból kivett kis kártyák alapján kijött, hogy nekem valamiféle természettudományos, vagy természettel kapcsolatos területre kellene orientálódnom, mert valószínűleg az érdekel engem, azt hiszem a második a rendőr volt, a harmadik pedig a cukrász. És nem Békés Csabán, hanem Békés Csaba mellett Békésen volt egy ilyen mezőgazdasági iskola, a szakközépiskola, és elmentünk oda, fölvételiztem, fölvettek, és akkor ez piszkosul nem érdekelt engem. És egész érettségig úgy bukdácsoltam, vagy hát 3-as, 4-es jegyekkel voltam. Nem is nagyon tanultam, nem is nagyon készültem a tantárgyakra. Minden jobban érdekelt. Vízilabdáztam, judóztam, nem tudom én, társastáncra jártam, haverokkal, és aztán jött az érettségi. Az érettségire már tanultam, mert ott már azért úgy éreztem, hogy baj lesz, hogyha nem tanulok. És viszont elszánt szándékom volt az, hogy tovább lépjek, de az addigi eredményeimből az látszott, hogy valószínűsíthetően az alapján én nem fog tudni tovább lépni, úgyhogy nagyon komolyan el kellett azon gondolkozni, hogy akkor merre, hogyan tovább.
És erre piszok jó volt az ötödik év, akkor ugye ez a technikusi év volt, amikor viszont nagyon megnyomtam, valójában már akkor érdekelt is, tehát nem csak akartam tovább lépni, hanem érdekelt is az, amit csináltam, és nagyon, nagyon szerettem is azt a légkört, azt a fajta gondolkodásmódot, amit ott találtam, és ott viszont kitűnővel végeztem. És az alapján már fölvételizni tudtam az Agráregyetemre, Mosonmagyaróvárra, az nyerte meg a tetszésemet, voltak visszajelzések ezzel kapcsolatban, és a második évtől indult ez az úgynevezett élelmiszer minőségbiztosítói szak. Ez egy nagyon speciális lehetőség volt akkor, az Agráregyetemek közül ez volt az első, aki ezt a szakot elindította. Akkor már teljesen biztos voltam benne, hogy ez engem érdekel, és olyan szinten elhivatott voltam, illetve voltak társaim, hogy például hétvégén az akkori dékánhoz becsöngettünk, hogy mi szeretnénk erre a szakra jelentkezni, hát nagyon udvariasan mondta, hogy akkor felvételizzetek erre a szakra, és akkor majd felveszünk benneteket, hogyha sikerül. A diploma általában megadja az intellektus méltóságát. Önzésre sarkal valamelyest, tehát akkor az ott már rendben vagyok. Voltak-e kérőid? Hiszen volt előéleted, tudományos diákkörökről beszéltél, és nyilván az a sok irányú tapasztalat, amit szereztél ezügyben is, a választásra kényszerített. Tehát voltak, te választottál, vagy téged választottak? Voltak kérők. Nem akartam megállni az egyetem után. Tehát ez nekem egy nagyon párkapcsolatilag is egyébként, munkahely szempontjából is egy fontos szempont volt, hogy nem akartam még elkötelezni magam. Tehát ötöd év után, amikor meglett az első diploma, akkor én pontosan tudtam azt, hogy én szeretnék doktorálni, mert mélyebben érdekeltek azok a területek, amivel addig foglalkoztam, habár óriási szerencsém volt, mert mint ahogy említettem itt ezzel az élelmiszer minőségbiztosító szakkal Mosonmagyaróváron, olyan lehetőségek nyíltak meg, olyan analitikai, mikrobiológiai lehetőségek, aminek a szintézise, ötvözete gyakorlatilag egy csodálatos lehetőséget adott arra, hogy az ember olyan világot ismerjen meg, ami borzasztó sok örömöt és nagyon sok izgalmat tartogat. Tehát azért, ahogy ezek a TDK-k zajlottak, például eljutottam egy környezettudományos diákkörre Budapestre, a Műszaki Egyetemre, ami piszkosul megtetszett, úgyhogy kitaláltam, hogy én a Budapesti Műszaki Egyetemre is szeretnék járni, akkor azt hiszem negyedéves voltam Mosonmagyaróváron. Meg PhD-zni is szeretnék, tehát mindent egyszerre akartam ott és akkor, és aztán utána eljött az idő. És így lettél okleveles biomérnök először is. Így lettem okleveles biomérnök, hogy ez egy izgalmas dolog volt egyébként, tehát beiratkoztam ugye a PhD-ra, hála jó Istennek fölvettek, és nappalira, tehát nem levelezőre, nem kellett mellette munkát keresnem, és a téma vezett, és akkor még mocorgott bennem ez a műegyetem, tehát inkább olyan vegyészmérnök féle szerettem volna lenni, vegyészmérnök féle is. Mondjuk emellett azért a biztonság kedvéért az ELTE jogtudományi karára is beadtam a jelentkezésemet, ahova egyébként fölvettek, de nem mentem el, mert rájöttem, hogy állati sok idő lenne azt kitanulni. Úgyhogy a vele szimultán beadott biomérnöki pályázatom, vagy a jelentkezésem szintén nyert, és akkor az akkori PhD témavezető mellé álltam, és akkor kérdeztem tőle, hogy esetleg a nappali PhD mellett beiratkozhatok-e egy kiegészítő levelező képzésre a műegyetemre. Mondta, hogy szó se lehet róla, nem lehet két dolgot egyszerre csinálni. Én akkor utána rögtön be is iratkoztam a műegyetemre, és akkor úgy oldottam meg, hogy esetleg sítáborba voltam, idézőjelbe téve, vagy éppen lebetegedtem, amikor konzultációs időszakok voltak.
tehát kvázi titokban jártam ki a Műszaki Egyetemet. Tehát ravasz történet, de megérte végül meg, is. Nagyon, hiszen... nagyon, nagyon. Tehát ez egy technológiai tudományos osztályvezetőség következett, és igen, ehhez szervesen kapcsolódik az indiai találkozó, találkozni Indiával. Én azt hiszem, hogy ez egy különleges pillanat, szakmai szempontból is nyilván. Igen, igen, igen. Igen, ez pont abban az időszakban volt, és úgy történt, hogy amikor kikerültem az egyetemről, utána néhány hónapra keresett meg egy indiai illető, azzal, hogy ő szeretne nálam PhD-zni. Hát akkor nem volt erre lehetőség, mert kikerültem az egyetem berkeiből, és gyakorlatilag ott már erre nem volt lehetőség, viszont azon kezdtem el gondolkozni, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak valahogy elősegíteni, mégis hogy lehetne ezt ebből valamilyen rendszert kialakítani, és akkor azokban az időkben volt egy lehetőség, az úgynevezett TÉT program, ami arról szólt, hogy magyar és külföldi diákokat ilyen csere diákként lehetett fogadni, illetve lehetett Magyarországról kimenni külföldre, abban az esetben, hogyha van két egyetem, aki partnerséget köt egymással. És én, mint teljesen kívülálló, akkor mint egyéni vállalkozó és a tudományos osztályvezető, a Tejkísérleti Intézetnek a tudományos osztályvezetője, azzal álltam elő a Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni karán, ahol ismertem egy kutatót, hogy mi lenne akkor, hogyha ők lennének a magyar partner, és az indiai partner pedig például a Mumbai Egyetemnek a vegyészmérnöki kara lenne, mert ez az illető, aki megkeresett engem, ez oda járt. És nagyon jól fogadta a Nyugat-Magyarországi Egyetem ezt a gondolatot, elindult a levelezés, elindult a kontakt, és megpályáztam ezt a TÉT programot, amit elnyertem, és a mai napig gyakorlatilag tart az indiaiak Magyarországra és a magyarok Indiába történő diák cseréje tulajdonképpen, és nagyon sikeresen folyik. Ennek a 8 esztendőnk, ez 2 olimpiai ciklus, nagyon fontos íve van a pályádnak, de mikor gondoltad úgy, hogy igenis most már eljött az ideje, vagy ha így gondoltad egyáltalán, és a gyakorlatban szeretnéd megmutatni, hogy valami új történés, köve jött 5 év, Győr. Uh-huh. Győri Szeszgyár és Finomító ZRT, műszaki igazgató, gyárigazgató, főtechnológus, tehát tulajdonképpen valamennyi lépcsőfokra eljutottál. Igen. És ráadásul rendkívüli sikerekkel. Igen. Kéztervekkel, tehát nyilván, hogy csábítottak oda, szinte bizonyos vagyok benne, hogy felkínáltak egy lehetőséget, hogy megvalósíthatod az álmaidat, mert hogy kellettek késztervek ahhoz, hogy valaki egy ilyen szintű szeszgyárat irányítson vezetőként? Hát nem csábítottak. Érdekes volt, úgy történt, hogy volt egy igazgatóváltás. Én a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet akkori igazgatójával, amikor én oda kerültem, rendkívül jó szakmai viszonyba kerültem. Tehát nagyon jól tudtunk egymással kommunikálni, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, szinte félszavakból megértettük egymást, és úgy éreztem akkor, hogy fölépítettünk egy olyan működő struktúrát, amivel hosszú távon sikeresen tudjuk menedzselni, sikeresen menedzselhető ez az intézet. És a kedves volt főnököm nyugdíjba ment, és lett egy helycsere, és aki a helyébe jött, ő vele viszont nagyon nem tudtam megtalálni hangot, teljesen más célok vezérelték őt, mint amit mi korábban úgy éreztem, hogy kialakítottunk, és akkor úgy éreztem, hogy ebben én nem szeretnék részt venni, és szó szerint elpályáztam. Tehát megnéztem az állási lehetőségeket, és valamiféle ilyen vegyipari vezetői állást kerestem magamnak. És annak anélkül, hogy az álláshirdetésben meg lett volna az, hogy mely cég keres műszaki igazgatót,
úgy az álláshirdetésnek a szövege alapján körülbelül úgy éreztem, hogy én ott meg tudnám találni a helyemet. És megpályáztam Budapesten egy fejvadász cégnél, felvételiztem, és utána pár hétre gyakorlatilag világossá vált, hogy ez a győri szeszgyár. Megmondom őszintén, hogy annyira örültem neki, mert voltam ott gyakorlaton korábban egyetem éveim alatt, hogy madarat lehetett volna velem fogadni. Csak amikor már sejtettem is, hogy valószínűleg erről van szó. És nagyon jó ráéreztél, nagyon jó érzékkel ráéreztél, hogy késztervekkel mentem-e oda. Igen. Voltak készterveim, nem mondom azt, hogy minden bejött, de sok minden bejött. Egy nagyon, nagyon rossz állapotban lévő 130 éves gyárról volt akkor szó, ami mára gyakorlatilag teljesen átalakult. Mára egy nagyon, nagyon jó állapotban, nagyon jó mentális és nagyon jó műszaki állapotban lévő cégről beszélhetünk. Akkor még nem igazán így, volt így. Még akkor a régi technológiával működött, most használok egy ilyen szót, hogy a fermentáció, vagyis az erjesztés, a cukorból történő alkohol előállításnak a hatásfoka rendkívül rossz volt, és nagyon sok problémával küzdött a gyár. Bent a 130 év alatt körülvette a város, ugye a szeszgyártásnak egyébként is van egy szaga, ráadásul melasz szeszgyárról beszélünk, tehát melasz a cukorforrás, és ennek ráadásul van egy nagyon intenzív szaga, és nagyon félő volt az, hogy a városból ki kell menni, és akkor beláthatatlan költségek elé néz a cég. És akkor, amikor fölvettek engem műszaki igazgatónak, akkor az első feladatom az volt, hogy a győri szeszgyárnak a szagát próbáljam megjavítani, és a hatékonyságát próbáljam megjavítani, és lehetőség szerint próbáljak egy olyan működő rendszert kialakítani, amivel hosszú távra prosperálhat a cég. Sikerrel jártál itt, Bolyai János után szabadon, a semmiből egy új másik világot építettél, hiszen ez sikersztori egyértelműen. Igen. Ennek ellenére, és jön egy következő sikersztori, a Regnum. Ugye, most elárulom a kedves nézőnek, hogy te vagy a Regnum atya, ha úgy tetszik. Márpedig ezt mindenki tudja, tehát ez most nem a reklám helye, ezt mindenki tudja, tehát ez egy olyan húskészítmény sor, én azt gondolom, hogy egy életmű is lehetne. De persze nem így van, mert tovább léptél ezután is. De hogy jött a Spár ajánlata? Mert igen. Hogy Győrben sikerre halmoztatok. Igen. Igen, Győr az nagyon nagy siker, ott tényleg egy olyan technológiát sikerült bevezetni, ráadásul tényleg az én találmányom volt egy olyan fermentációs technológiát, ami az egész világon egyedülálló, tehát nincs. Konkrétan nem létezik, nem publikált, tehát a mai napig nem áruljuk és nem árulják el, hogy ez a technológia, ez mi, de gyönyörűen működik, és a hatékonyság az döbbenetesen megnövekedett. Hogy jött a Regnum? Úgy jött a Regnum, hogy én időközben elkerültem Győrből, Mosonmagyaróvár Győrbe, majd Győrből Esztergomba, és minden nap bejártam Esztergomból Győrbe. Ez egy közel 3 órás út volt oda-vissza, és borzasztó kényelmetlen volt, és nagyon fárasztó volt, és amikor úgy láttam, hogy stabilizálódni fog ez a helyzet, akkor nyilván ennek hangot adtam a úgymond az ismeretségi körömben, hogy én szeretnék Esztergomhoz közelebb valamilyen munkát találni magamnak, ahol jól tudom érezni magam. És nagy szerencse volt egyébként, bocsáss meg, de tényleg nem vagyok a Regnum atya, tehát azt tényleg vissza kell utasítsam. Az én főnököm korábbi és mostani vezetője a Regnumnak, aki ezt a rendszert kialakította, és én gyakorlatilag
átvettem tőle, és visszaadtam neki ezt, és nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ott dolgozhattam. Nagyon sikeres volt, tényleg nagyon sikeres volt, és nagyon büszke vagyok rá, de nem tartom magamat az atyának, közel sem mondhatom el ezt magamról. Tényleg hálával tartozok neki és az egész párnak, hogy beleláthattam ebbe a rendszerbe. Imádtam, nagyon szerettem. Én úgy érzem, hogy nagyon szépen megtaláltuk egymást. Igen, ez egy olyan cég, amelyik Magyarországon egyedülálló termék minőséget, mennyiséget állít elő, rendkívül nagy szakértelemmel dolgozik, nagyon nagy elhivatottsággal, egy szuper csapat egyébként, és tényleg csak emelem a kalapomat előttük. Nagyon jók voltak ezek az évek, amikor együtt tudtunk működni, óriási forgalmakat csináltunk, óriási tapasztalatok voltak, rengeteg céggel dolgoztunk együtt, nagyon jó volt, annak ellenére, hogy nagy, mégis családias, és mindig azt mondtam a kollégáknak is, hogy ez egy nagy családi vállalat. Tehát kis, lebontható kis egységek, kis önálló szigetek, de mégis egy működő egész. Alapvetően ezt egyébként a volt főnökömnek, mostani jelenlegi igazgatónak köszönhetem, hogy ebbe belekóstolhattam, és igazából amíg őt a bokros kötelességei máshová szólították, más területeken kellett helytállnia, addig vettem át tőle ezt, és nagyon boldog vagyok. Aztán eljött az a pillanat, hogy egy új kihívás éltet most ebben a pillanatban. Hogy történt a megkeresés? Ez is egy izgalmas dolog. Akkor már nem Esztergomban éltem, hanem Tatabányán, és valójában ez volt életem első olyan története, amikor kerestem a helyemet, hogy hol telepedjek le, hol keressek munkát, hol tudom elképzelni az életemet hosszú távon, és Tatabányáról, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megyét, Veszprém megyét, és Fejér megyét, meg Pest megyét szondáztam, állás lehetőségek, mindenféle téren. Tehát ez volt az első olyan tudatos lépés, amiben régióra vonatkozóan próbáltam magamat elhelyezni, és valamiért az volt az érzésem, hogy nekem Fejér megye lesz jó. Ez tényleg így van. Tehát konkrétan megszületett ez az elképzelés, itt szeretnék letelepedni, itt szeretnék munkát vállalni, és számos szempont alapján értékeltem ezt, és nagyon sok helyre beadtam egyébként a jelentkezésemet. Erre a mostani állásra is én már nem tudom megmondani, a vezérigazgató úr, a főnököm mondta egyszer, talán 30 vagy 40-en adták be a jelentkezésüket, és nagyon szoros versenyben voltam talán két vagy három emberrel, akik szintén a finishbe bekerültek, és hála jó Istennek ide kerülhettem, mert borzasztóan jól érzem magamat. Tényleg, valószínű akkor a riportból a kedves nézők meg fogják tudni azt, hogy itt ugye egy új továbbfeldolgozó üzem épült föl, és indult el. Jelen pillanatban még gépbeüzemelések, tehát még nem a termelő folyamat zajlik, de mégis már lehet látni a fényt az alagút végén, és egy olyan fázisba tudtam belekerülni egy rendszerbe, amikor még volt úgymond intellektuális beleszólási jogom abba, hogy milyen technológiák, milyen gépek, milyen struktúrák, milyen rendszerek lehetnek, és a korábbi tapasztalatomat, amit elsősorban nyilván a Regnumnál szereztem meg húsipari tekintetben, ezt 100%-osan tudtam itt kamatoztatni, tehát a kapcsolatrendszeremet, a tudásomat a cégekkel kapcsolatban, a berendezésekkel, a gyártókkal, a karbantartókkal, tehát mindenkivel kapcsolatban annyira jó érzés volt,
hogy gyakorlatilag nem volt törés, nem volt egy olyan hiátus, amit valahogy át kellett hidalnom, és akkor jaj, valamiféle ilyen döcögős pályán keresztül elkerültem valahova, hanem direktben, egy az egyben. Ez szerintem egyébként a főnököm nagyon jól meglátta, hogy valószínűleg ez így jó lesz a cégnek. És ez remek dolog, hiszen ennek köszönhetjük ezt a beszélgetést, amit itt most én megköszönök, és örülök, hogy itt vagy velünk, Fejér megyének. Én is örülök. A Vadexnek, Soponyán nekünk itt Székesfehérváron, és én azt kívánom, hogy otthonra találj. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, vendégemmel együtt, Lőrincz Attilával. Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is példa arra, hogy mi mindent lehet elérni, ha valaki megfelelően felkészülten teszi azt a mindennapjaiban, hiszen akkor a mindennapok ünnepek. Köszönöm, viszontlátásra!